A kisködmön. Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú parasztember. Annak volt egy felesége, meg egy leánya. Egyszer odament egy szép fiatal legény másodmagával háztűz nézni. Mindjárt kínálták őket tyúkkal, kaláccsal. Borért is leküldte az ember a lányát a pincébe. Lement a lány, elkezdte vigyázni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen. Amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskő. Elgondolkodik a lány. Ő érte most itt vannak háztűzdézni. Ő most férjhez fog menni. Születik neki egy kisfia. Annak ő vesz majd egy kisködmönt a vásárba. A kisfiú egyszer legszökik a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül. A káposztáskő eldől, a kisfiút agyonüti. Hát kire marad akkor a kisködmön? Ezen a lány annyira elkeseredett, hogy leült az ászokra, és ott sírva fakadt. Már odafönt nem győzték várni, leküldte hát az ember a feleségét. Ugyan anyjuk, eredj már le! Nézd meg, mit csináltál, már a bort folyatja, azért nem mer feljönni. Lement az asszony is, s látta, hogy ott sír a lányok a padon. Hát téged mi lehet, hogy oly keservesen sírdokálsz? Hogy ne sírnék, hogy ne rínék, mikor így meg úgy elgondoltam a jövendőbeli állapotomat, és azzal elbeszélte, hogy mit gondolt át. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a lány mellé, s ő is rákezdett. Nagyon megharagudott már odafönt a gazda, nem állta meg káromkodás nélkül. Elnyeszette vette, bizony már a bort folyatja mind a kettő, s lemelt az ember is. És még akkor is ott zokogtak azok egymás mellett. Hát ti mit sittok-rittok? Mi bajotok esett így hirtelen? Jaj, kedves apjukunk, hogy ne sírnánk, hogy ne rínánk, mikor milyen szomorú dolgok jutottak az eszünkbe. Itt elbeszélték neki is mindent, és oly annyira elkeserítették, hogy az is közipükült, és neki kezdett a sírásnak. Már a kérő sem győzte várni őket, hát utánuk ment a pincébe. Sose tudta mire vélni, mikor meglátta őket. Kérdi hát, és azok elmeséltik, mi gondolatok jutottak az eszükbe. Na, kérőnek csak kicsin nem múlt, hogy hanyat ne vágja magát, olyan jó ízűtött kacagott. Na, még ilyen bolondok nem láttam, mint maguk. Hanem most elindulok, addig megyek, míg másik hárvat nem találok. Ha aztán akadnék, visszajövök, és elveszem a kentek lányát. Hát ment mendegélt, hetet-hét ország ellen, mikor egyszer csak észrevette egy embert. Az az ember egy nagy rakásdiót vasvillával akart a padlásra felhájni. Hát, kend atyafi, mit csinál ezzel a dióval? Én bizony nagy munkába vagyok már közel egy fél esztendeje. De akármennyire is hányom ezt a diót, sehogy sem tudom följuttatni a padlásra. Nem vagyok én gazdag ember, de adok 100 forintot annak, aki fölviszi oda. Na, majd felszállítom én, és aztán fogott egy vékát a legény, és felvitte egy fertály óra alatt mind a diót. Meg is kapta a 100 forintot. Na, gondolta, akadtam már egy bolondra. Megint ment mendegélt, amikor egyszer csak útjába akadt egy ember. Csak nézte, hogy mit csinál, de sehogy nem tudta eltalálni. Annak a kezébe volt egy teknő, és azzal hol ki, hol beszaladt egy olyan forma házba, amelynek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtó volt az elején. Oda megy ház hozzá. Jó napot, fődi! Hát miben fáradozik? Fogadj, Isten atyafi! Hát bizony már lassan egy esztendeje, hogy ezt a házat építettem, de sehogy sem értem, miféle Isten csodája, hogy nézem, mindenki másé milyen fényes, én meg csak hordozgatom befele teknő számra a fényt, s mégsem akar kivilágítani. Adnék én 100 forintot annak, aki fényt visz a házba. Na, gondolta a legény, ez a 100-as is már a zsebébe van? Azzal elővette egy felszét, vágott a házon két ablakot, és ajtót is nagyobbra vette. Mindjárt világos lett, megkapta a 100 forintot, s na, miközben továbbment, gondolta magába, megtaláltam a második bolondot is. S hol kettő akad, nem lesz gondja a harmadikra sem. Nem is kellett nagyon messzebb mennie,
amikor egyszer csak látott egy asszonyt, aki erővel akarta a kotló alá tolni a csibéit. Hát, Ken néném asszony, mit csinál? Bizony én, öcsém, ezeket a csibéket szeretném a kotló alá tenni, mert attól tartok, hogy ha így szerte szíjjel rohangásznak, elkapja őket a éja. Ó, megmondom én, asszonyom önnek, nem kell azokat a csipéket erőszakkal a kotló alá dugdosni. Ha héját lát, az úgyis maga alá vonja gond nélkül. Kezébe adta az öreg asszony itt is a 100 forintot, s ment is tovább. Na, hál' Istennek, megtaláltam mind a 3 borondot, s hazaindult, s mihelyt hazaért, elkendőzte a lányt. 2 hét múlva lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is igen hallottam felőlük. Még csak annyit, hogy született egy kisfiú. Vettek is vannak kisködben a vásárba. És ha ajon nem ütötte a káposztáskő, talán még mindig boldogan élnek, ha meg nem haltak.